Na, srácok, hát ahol az előző epizód végén abba hagytuk, onnan folytatjuk most. Ez egy egészen jól kinéző új terület, egy ilyen móló, egy kikötő rész, egy ilyen elhagyatott bázissal, egy hatalmas tábortűz, rakóhellyel, vízgyűjtő hordóval, itt van egy halászdárda, amit eddig észre se vettem. Van rengeteg papagáj, ebből egyet-kettőt már lelőttem, hogy fejlődjön az íjazási képességem. Van egy ilyen sérült hajó. Hát nem tudom, hogy ezt most meg kell-e javítani, vagy négy hegyű lándzsa közben az is feloldódott, vagy kell majd újat építeni. Viszont alapvetően az a sztori, most jelen pillanatban, hogy hát, hogy mondjam, mintha egy új szintre léptünk volna, vagy egy második terület a játékban. Nekem ez rohadtul tetszik. Tehát az a sztori, onnan jöttem. Ipari mennyiséget kellett gyalogolnom az eredeti bázisról. Aki nézte a korábbi epizódokat, látja, hogy giga szenvedéssel sikerült nagyjából felhúznom magam egy olyan szintre, hogy azért egy alapvető túlélési képességekkel már rendelkezem, nincs baltám, nincs semmim. Tök jó. Igen, hát az idefelé út azért eléggé megviselt, mert kétszer-háromszor megálltam, és ilyen kis alvó út, nagyon idegesítőek ezek a papagájok, majd igyekszem halkabbra venni. Ha ebbe az epizódban mondjuk halkabb lesz a rendszerhang, akkor ez ezért, mert rohadt zajosak, hangosak ezek a papagájok. Szóval, hogy az idefelé út az eléggé megviselt, mert nem nagyon volt semmi sehol. Folyamatosan használtam el az utcaimat, és folyamatosan hát kétszer-háromszor építettem ilyen jellegű kis alvó helyet. Őszinte leszek, lehet, hogy gagyi vagyok, itt körbenéztem nagyjából, és sehol nem találtam alvó alkalmatosságon kívül mentő helyet, tehát aludni tudok menteni, nem? Úgyhogy építettem egy ilyen kis vackot, hogy tudjak menteni. Alapvetően ugyanezt csináltam az idefelé vezető úton, hogy próbáltam túlélni, próbáltam menteni, időszakosan megálltam, tápoltam a karakteremet kajával, meg nyersanyagokkal, tehát kb. Rendben vagyok, a vízről viszonylag hamar gondoskodni kell, és hát itt fel kell deríteni a terepet, és azért mondtam, hogy lényegében az olyan, mintha egy új szint lenne a játékban, és eléggé tetszik ez a megoldás, mert nem jöttem át semmi sziklafalon, semmi ilyen párkányon, semmi lemászós, felmászós, leesős részen, vissza tudnék menni, ha akarok. Tehát szerintem végtelenül korrekt, nem az van, hogy átvezető animáció elvitt egy hajó valahova, és rá vagy erre kényszerítve, hogy most itt legyél. Ha én most akarok, akkor elindulok szépen arrafelé, visszaslatyogok a korábbi bázisomba, rengeteget jöttem. Tehát szerintem egy óra gyaloglás volt, oké, tényleg megálltam, meg tápoltam a karakterem, de ha akarom, visszamegyek arra, és 28 fordulással áthordom idáig a cuccaimat, de eléggé úgy tűnik, hogy most ezt innen kell folytatni ezt a játékot, és ez az új bázisunk. Viszont legalább kapunk egy kis alapot, tehát eleve van egy tetőm. Itt van egy óriási tábortűz, ami nincs tető alatt, mondjuk ebben én most egy pici tábortűzet raktam, viszont itt megjelent a gyártható menüben nagy tábortűz, nem tudom melyikben, itt, tehát egy ilyen óriási rakás, kell hozzá tudsz bőven. Nem tudom, hogy ezt eloltja az eső. Tehát lehet, hogy a pici tábortüzet igen, de ez a nagy kőgyűrű, és hogyha belerakjuk azt az óriás tábortüzet, akkor azt már nem. Van alvóhelyünk, stb. Stb. És hát lényeg az, hogy innen kell akkor most nulláról újra feltápolni magunkat. Nekem első kör az lesz, hogy muszáj lesz vizet gyűjtenem. Itt van ez a vízszűrő, ezt nyilván muszáj lesz használnom minél előbb, hogy ne pusztuljak el. Kicsit felderítem a környéket, mert kb. Nincs nálam semmi. Tehát követ kell keresnem, hogy az alapvető eszközeimet legyártsam, illetve próbálok majd megint ezeket az érckohókat megcsinálni. Főzni azt gondolom fogok tudni itt a nagy tábortűz mellett. Szóval abból a szempontból szimpi, hogy tovább lépett a sztori. Hát ez most nem tudom, hogy ez a Lambda 2-e vagy sem, ahova el kellett jutnunk, de feltételezem igen. Ellenőrizd, hát akkor lehet, hogy még nem. Ez a móló. Jó, hát szóval majd kitaláljuk, hogy ez micsoda, de nem feltétlenül biztos, hogy innen vissza fogok járni a régi helyszínemre. Már esteledik is ránk a dolog. Remélem, hogy itt nem lesz túlzottan nagy zombi horda támadás. Nem tudom, hogy állunk nyilvessző ügyileg, azért még egy pár maradt talán. Összesen 11 darab. Szóval, hogy ebből a szempontból korrekt a játék, hogy meghagyja a döntési lehetőséget, hogy én most itt akarom folytatni, ott akarom folytatni, áthordom ide a cuccaimat, teljesen elengedem a régi bázist. Elég sok időt és energiát beleöltem ebbe a régi helybe, tehát megmondom őszintén, hogy kicsit nehezen engedem el, de hát szerintem kénytelen leszek. És akkor innen fogjuk folytatni a történetet, megpróbálom a környéket felderíteni, kicsit feltápolni magam, az eszközeimet újra gyártani, az alapvető, az most unalmas lenne bemutatni mindenkinek, tehát az alapvető tárgyakat, kraftoló berendezéseket, tüzet, kohót, ilyesmit újra gyártani, és akkor amikor egy kicsit jobban állok már, tehát legalább elértem azt a szintet, ahonnan indultunk, akkor innen folytatjuk a történetet, de lényegében akkor így a játék az egy újabb fázisba lépett, és egy újabb helyről haladhatunk tovább.
Na, mutatom, hogy hogy néz ki a bázis egy néhány óra fejlesztés után. Nem tudom, van-e erre szükség, mert igazából gondolom újabb és újabb bázisok jönnek majd egymás után, de se baj. Hát először is rájöttem, hogy hol kell menteni itt a naptárnál. Szóval én kezdtem azzal, hogy ideépítettem egy ilyen kis alvó kunyhót, hogy tudjak menteni. Hát erre nem feltétlenül van szükség, lehet itt is, csak nem vettem észre. Ezeken a helyeken lehet aludni. És itt van egy hatalmas tűzrakó, ami alapvetően jó helyen van, egész addig, amíg a száraz időszak volt és nem esett az eső, viszont most már visszatért az eső, úgyhogy kellett fölé egy tetőt raknom. Itt vannak a botgyűjtőim, itt van két láda, ezeket most már ugye viszonylag igyekszem szépen berendezni. Itt van az a nagyon jó pofa víztisztító vagy vízszűrő. Ez igazából azt hittem, hogy folyamatosan kell bele pótolni a szenet, de nem. Tehát ez egyszer megépíted, és ez kb. Ilyen never ending. Azért jó, mert most esik az eső, és csumpira feltölti. Egyébként hordani kell ide a vizet, és alá teszel valami edényt, akkor abba csöpög, ugye átfolyik a szén darabokon lényegében, és akkor leszűri. Itt nagyon jó pofa ismét a játék, hogy különböző méretű edénykék különböző mennyiségű vizet tudnak tárolni. Ugye a legkisebb az a kókusz. Volt valami középső, azt hiszem, ami egy kicsit többet tudott, és a legnagyobb az a teknős hát, legalábbis egyelőre, amit találtam, ez 25-öt tud tárolni, 25 folyadékot. A kókusz azt hiszem 10-et, és most nem emlékszem rá, de volt valami, ami 20-at tudott, az is valami lénynek a háta. Na, lényeg az, hogy ilyen teknős hátat szereztem egy csomó, tehát itt mindenhol minden tele van pakolva, tehát itt is tele van pakolva, meg még szerintem ott is elkezdtem telepakolni, szóval van dögivel. Na, aztán itt szembe átúztam csomószor a túlpartra, és ott már van bambusz, ami ugye korábban nem volt, tehát meg tudtam építeni a nagyon frankó sárzuhanyomat is valahova oda, mert ugye ahhoz kell bambusz bot, ami nekem nem volt korábban. Tehát ezt a szuper dolgot itt ki tudom nyitni, hogy sárzuhany. Ez mondjuk akkor jó, ha az emberek olyan helyen van a bázis, ahol nem nagyon van vízpart, és nem tud megfürdeni. Ja, itt is van egy csomó ilyen kókuszhéj, hogy lehessen belőle inni, akkor itt van kis halcsapda, meg nagy halcsapda, ebbe általában mindig van valami. Itt átúszni nem olyan szerencsés, vagy legalábbis igyekezni kell, mert a pirányák beleharapnak a seggünkbe. Kőtároló, itt is van egy doboz, hát itt szuper csinosan berendeztem, stb. 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 Szóval lényegében megint felépítettem kb. Mindent egy új bázist. Itt az összes tároló, kiskő, nagykő, bot, hosszú bot, husánk, farönk, bambusz cuccok, levelek, stb. Itt van a kis kohóm, ugye itt égetem ki az érceket, nem tudok átugrani. Kötéltároló, és mutatok azért érdekeset is, mert van olyan, ami korábban nem volt. Építettem egy ilyen hajó, legalábbis azt hittem hajót, aztán rá kellett jönnöm, hogy ez nem hajó, hanem ez ilyen vízi platform. Tehát aki nagyon akarja, az építhet vízi bázist. Legalábbis nekem úgy tűnik, hogy ez nem hajó, mert hogy evezőt nem találtam. Ígyunk azért már egy kicsit. Jó, de várja, valami van rajtam, tök jó, itt dumálok, azt közben elpusztulok. Illetve közben rájöttem, hogy ez a páncél, ez azért nagyon sokat számít. Volt pár ilyen komolyabb összetűzésem, majd bevágok videókat, kicsit azért feltérképeztem a terepet, na még mindig van valahol. És, tehát mutatom, ugye itt vagyok, és azért itt ezt a régiót eléggé bejártam, sőt így egész a déli részekre is lejöttem. Majd beteszek a sarokba a videót, hogy mikkel találkoztam. Volt azért kajmán, volt kisebb-nagyobb benszülött hordák, tehát azért volt kivel harcolni, és egészen jó védelmet nyújt ez a pajzs, vagy hát armor, és leginkább ugye ez a tatu, majd mindjárt mutatom, hogy hogy nézek ki. Ugye volt korábban csont, volt levél, stb. Viszont most vannak ezek a tatuk, amit itt sikerül találni, és abból gyártok ilyen armort. Ez úgy néz ki, hogy egy ilyen tatu páncél, vagy hát vért, vagy nem tudom mi. Egy banánlevél, meg kettő vagy három kötél, már nem emlékszem pontosan. Na, de csináltam egy ilyen méhkaptárt, ennek úgy lett meg a receptje, hogy egy fán volt, méhkas lelőttem nyilvesszővel, és akkor utána kinyitott ezt a receptet, nem tudok vele semmit csinálni, mert mély királynő kéne, és az nekem nincsen. Építettem kis ilyen ültető edényeket, és mászkáltam mindenfele, amiket találtam, gyümölcsöket, vagy megettem
vagy ugye, ha jobb gomb, azt mondom, hogy begyűjtés, akkor kiszedi belőle a magot, és azt utána el tudod ültetni. Óriási hibázás a részemről, más biztos már rájött, de ezt a jobb gomb és begyűjtés, ezt kb. Mindenre el kell nyomnunk. Tehát mindig mindenki ezzel kezdje, hót hülye vagyok, mutatom, mi volt a problémám. Kiveszek innen egy nagy követ, ledobom a földre, és ugye a nagy kőből szerettem volna kis követ csinálni, és hát így nyomtam, mint az állat, és ez valahogy nekem nem jött össze. Az is lehet, hogy megcsinálja, de nekem nem jött össze. El is fogyott a staminám. Viszont ilyen érdekes módon azt mondom, hogy jobb gomb és begyűjt. Akkor a nagy kőből lesz kiskő. 3. Úgyhogy én ezt igen degenerált módon sikerült megoldanom, mert erre nagyon sokáig nem jöttem rá, tehát én a kisköveket, azokat kerestem külön. Azt hittem, hogy ugyanazzal az analógiával működik, mint a fa, hogy találok egy húsángot, akkor azt szétvágom baltával kisebbre. Egyébként ott is működik ugyanez a sztori, sőt, szerintem hatékonyabb. Tehát mindjárt mutatom, itt van nekem rönk, kiveszek egyet, ledobom. És alapvetően, amikor erre ráütnék baltával, akkor lesz bele két hosszú. Ja, egyébként igen, hát hogyha hosszú rudat, ilyet szeretne valaki, akkor muszáj ráütni, mert akkor félbevágja. Viszont hogyha botok kellenek, azt mondom, hogy jobb gomb begyűjt, akkor kiszed belőle 5 vagy 6 botot. Ott van, elég sokat, meg a deszkát is. Szóval, hogy ez kb. Mindenem működik, és nagyon hasznos és nagyon praktikus. Többek között egy tipp, hogy nagyon sok állatot, akit legyakunk, abból kijön csont. Ez a pekari, meg a tapír, meg az ilyenek. Hát én a csontokat zemében dobáltam el, mert nem tudtam vele mit csinálni. Ott is érdemes azt csinálni, hogy jobb gomb begyűjt, akkor kiszed belőle ilyen, hát mit tudom én micsodát, mindjárt mutatom, ilyen csontszilánk, vagy nem tudom mi a francot. Nem fogok tudni mutatni. És abból meg egy darabból már egyből tudunk ilyen ilyet csinálni, csonthorog. Ja ne, ezt csinálja. Csonttű, bocsánat. Tehát amikor az ember legyőz egy bármilyen állatot, és op, nem ezt akartam, kiesik belőle csont, akkor az egy az egybe, tehát egyből egyet tud gyártani. Így fogja a csontot, most ezt nem fogom tudni megmutatni, de képzeljük el, hogy az úgy van, hogy jobb gomb és begyűjt, és akkor abból kiszed ilyet, ilyen csontűt. És ebből meg egyből egyet tudok csinálni, ilyen csonthorog nevezetű képződményt, ezzel tudok horgászbotot is, azt már csináltam, nem na sokat érek vele, elég béna vagyok. Ez hagyján viszont upgrade-eli elég jól a crafting skillünket, hogyha ezt folyamatosan csináljuk. Jó, hát szóval ennyi, tehát itt kb. Mindent felépítettem, amit csak tudtam. Ja igen, még amit akartam mutatni újdonság, csak közben besötétedett, hogy itt van egy ilyen szárító nevezetű alkalmatosság. Ezeket ugye leginkább úgy tudjuk felfedezni, ezeket a recepteket, hogy bejártam itt a félvilágot, és különböző táborokba különböző cuccok vannak, és ezeken a helyeken, ha elmegyünk, mászkálunk, és a közelébe megyünk egy ilyen tárgynak, egy ilyen felépítménynek, akkor annak megtanuljuk a receptjét. És egy ilyen is volt valahol, egy ilyen szárító, és ez ilyen szárított húst, nem tudom, hogy az most melyik, nagy hirtelen. Hát, érdekes, ennek valahova ide kellett volna kerülni, akkor ez viszont lehet, hogy már megromlott, ez nagyon sokat volt itt szárított, hát ez pedig, na ez a kajmán, megromlott. Hát jó, ez se végtelen. Tehát ezt ide teszed, és egyébként elég sokáig, itt még ugye nem mutatja, de nagyon sokáig itt hagytam, mert sokat mászkáltam. Szóval ezek egyébként elég sokat, ilyen 4-5 napot szoktak bírni a normál hús meg egyet másfelet, de hát azért ez se végtelen, úgyhogy ezeket már nem nagyon célszerű megenni. Szóval akkor ennyi, ez a bázis, és akkor irány neki a nagyvilágnak, folytassuk a küldetéseket. Ezekkel viszont elég jól lehet íjazást farmolni. Nézzük is meg, hogy hogyan állnak a skilljeim. Ilyen fejszés skillt elég régóta nem kaptam, hát nem véletlenül, mert az fölment maxra. Pengék 35, lányzsák 38, kétkezes, nem is volt olyanom soha. Barkácsolás 51, hát azért azt gondoltam nagyobb lesz. Tűz 29, 53, íjászat sem áll túl rosszul, stb. Stb. Fúvócső, de jó. Na jó, hát szóval ez a bázis. Irány tovább. Azt hittem innen majd valami hajó sztorival kell folytatni a dolgot, de hát nem, mert hogy nem tudok hajót építeni. Lambda 2-höz kell mennünk. Na hát elvileg ez a megjelölt pozíció, ez úgy durván
40 és fél, vagy 41 és 26-os koordinátánál kéne, hogy legyen, és most már 42-26-nál vagyunk. Tehát elvileg ez. Ami ezért szívás, mert nincs kampom. Kutasd át a dzsungelt egy mászó kampó után. Ó, hogy rohagy meg. Volt már korábban egy ilyen. Ugye akkor most vagyok itt. Volt már egy ilyen, de ezt így meg lehetett kerülni. Hát ezt ezek szerint nem lehet. Vagy hát nem tudom, ott át lehet-e menni. Elvileg van párbeszéd. Mia? I've almost reached the Lambda location, but I can't get there. I mean, there's a way up, but the ropes have been cut. And... És szíves. Mit és? I could use some climbing gear. Is there nothing you can use? I'm not having much luck. I'll let you know if I find anything. Kösz, hát ez jó nagy segítség volt. Na jó, hát akkor kutasd át a dzsungelt mászó kampó után. Ez egy igen könnyű feladat. Tehát lényegében így ezt a területet így kutassam át. Köszi! Na most igazából elvileg itt van egy ilyen sziklafal rész, de itt nem tudom, hogy ez a régió például felderíthető, mert itt már elég sok helyen jártam. És ezeknél nem volt, úgyhogy most megpróbálok valahogy ebbe a régióba mászkálni. Tehát most elindultam észak felé, durván. Aztán meglátjuk, hogy mire megyek ezzel. Hát jelen pillanatban arra, hogy itt le se tudok ugrani, mert megdöglök. De majd mindjárt valahogy lejutok. Na azt hiszem, ezek a jelölések szoktak lenni, hogy ellenséges terület és takarodjak innen. Igen, új helyszín. Talán ez. Aha, hát ez tök jó, hogy mindenhol mászókampó kell. De ezt viszont szétverhetem, azt hiszem. Jaj, de szimpatikus. Oké. Akkor erre továbbra sem tudok átjutni. Hát akkor az itt egy végig egy ilyen szurdok lesz. Hát max erre tudom kikerülni. Itt volt ugye az a barlang. Ide átjövök. Illetve hát... gondolom ez lesz még... Ja, ez van a leégett rész, ezt nem látom. Hát attól függetlenül akkor, ha itt átjövök, ezt a területet átkutathatom. Úgyhogy a hajós állomásomtól így szépen keletre, hát itt mindent át kell nézni. Mert ezeken a falakon nem fogok tudni átjutni.